Pavát, egy kezdeményeztünk egy civil kezdeményezést, Kéknefelcs Hagyományozó Egyesület, az önkormányzatok, a intézmények, iskola, óvoda, magánszemélyek szeretnék Németó falat felvilágosítani. Ez az egyesület életében már hagyomány, hogy a falumúzeum környékét, a szekereket, az ablakokat felvilágosítassuk, de az elmúlt években valahogy nem ment tovább, mindig megállt itt a falumúzeumban, és most kiterjesztettük a Németó fal belterületére, fogorvosi rendelő, Sikátor utca, orvosi rendelő, iskola, óvoda, és szeretnénk, hogy Németó fal a szép lenne, és ennek egyik alapja a világosítás. Majd a polgármester úr elmondja, hogy hány muskát ültettek ki. Azt hiszem, ilyen sok virág, mint Németó fal, soha nem volt kiültetve. Igen, köszönjük szépen Vitéz Almási Sándornak a bevezetőt, és kérdezzük Tilamon Mihály polgármester urat, hogy mennyire fontos az önkormányzatnak, hogy támogassa ezt a nagyszerű kezdeményezést. Hát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, nagyon örülök neki, hogy az egyesületünknek van egy ilyen elnöke és tagsága, akik ilyen fontosnak tartják azt, hogy Németó fal épüljön, szépüljön, hagyományaikat őrizzük. Ilyen sok virágot még soha nem ültettünk, meg ültetünk ki Németó falván. Van egy szlogenünk, hogy virágoztasd fel Németó falvát, és én még azt is hozzátenném, hogy virágozzék Németó falva. Több mint 200 muskátlit vásároltunk, egy nyári virágoknak a számát sem tudom, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a diák önkormányzat, szülők, vállalkozók, barátok összefogtak, és ők is nagyon fontosnak érzik azt, hogy Németó falva szépüljön. Most itt, ahol vagyunk, itt már biztos jártak önök is többször, ez a településünknek az égköve, és lehet, hogy nem árulok el titkot, itt egy nagyon szép vasalbert, domborművet fogunk majd megépíteni. Azt szeretném még elmondani, elnök úr nem dicsekedett vele, de szerintem dicsekednünk kell. Kövér László, dr. Kövér László, a parlament elnöke 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást adományozott az egyesületünknek. Köszönhető elnök úrnak, megkereste egy levélben, és szinte néhány napon belül a számlánkon volt a pénz. Ha jól értem, ez a támogatás a domborműre. Igen, Vasalbert emlékét, emlékhely létrehozására, kialakítására. Így van. Hát ez igazán nagyszerű hír. Térjünk vissza akkor egy picikét a virágokhoz. Önkéntesek, szülők, így van, gyerekek, szülők, pedagógusok, diák önkormányzat, néhány vállalkozó apuka, anyuka, és az egyesületünk tagjai, hát akik mindig itt vannak, az arcokat azért már gondolom, hogy ismerik. Van egy kemény mag, ők itt vannak állandóan. Próbálunk példát mutatni. Kevés pénzből látványos dolgokat szeretnénk megvalósítani.